Stark Ferenc, aki reggel 6:30 óta talpon van itt velünk, eddig át, most már végre le is ült. Mióta harmonikázol? Hát amikor 5. általános koromat éltem, az akkor tanultam harmonikázni 4 évig. Végülis ez volt az első hangszerem. Utána de mitől kezdte pont tangó harmonikát? Miért harmonikát? Hát, mert egy esküvőn a szüleimmel voltunk, és én állítólag szájtátva néztem a harmonikást, és ők meglettek karácsonyra egy harmonikával. És attól az embertől vették meg, aki éppen ott játszott, hál' Istennek, és valahogy ez megmaradt nekem. Ez a harmonika, ez azért ma már olyan, mintha kiment volna a divatból, nem? És végülis a Fási Ádám beszélt rá, hogy újra ezt a harmonika vonalat kövessem, és úgy látszik, bejött is most. Játszd el ezt egy picit? Ez végül is ez a harmonika egy olyasmi hangszer, mint hogyha egy zenekar játszana. Igen, igen, igen. Olyan hangzása van. Igen, igen. Sokan hívnak? Mint harmonikás nem nagyon. De egyébként sokan, mert rendezvényeket vállalok egyedül is, meg egy-két kollégámmal is. És végül is így én minden műfajt szeretek. Tehát, most lehet, hogy majd be fog indulni a tangóharmonika szezon is, mert most a rádióból, ha hallgatod esetleg a friss slágereket, akkor tele van ilyen francia slágerszámokkal, amiben van tangóharmonika. Hát azért játszok lemezeken is harmonikával, a Komár Laci lemezeim főleg, de Fenyő Miki is el szokott írni harmonikázni, tehát ilyen szinten igen. De úgy, igen, és egyébként most a főiskolai szinten oktatják a harmonikát Magyarországon, úgyhogy... Ez nem isten. Régen, ugye? Nem régen, de nagyon jó harmonikások vannak. És lehet nálunk jó harmonikát kapni? Hát ez a harmonika... Ez... Vagy ez egy örök életű, ha valakinek ez, van egy harmonikája? Ez olyan jó 50 éves harmonika. Ez még az NDK időszakból volt, ez az a Weltmeister, de végül is a Hohner és a Weltmeister az egy cég volt, csak hát azért külön váltak. A munkások is külön váltak, és, de végül is mind a kettő nagyon, nagyon jó. Főleg a Hohner, annak van nagyobb neve, de a Weltmeister is legalább olyan jó harmonika. De ma is csinálnak, mi? Ma is, persze, ma is. Sokan játszanak tangóharmonikán nálunk? Hát én nem sokat ismerek. Tehát azok, akik végeznek a főiskolán, tehát ezt a bizonyos műfajt, ezt inkább klasszikusokat játszanak. Ezt nem nagyon vállalják, úgy érzem, hogy most ők elmenjenek harmonikázni, de aztán lehet, hogy úgy van, csak én nem találkozom ezzel a vonallal. Mondjuk Párizsban sokat lehet látni. Hát aki a példaképem, az az Orosz Zoli, akit az Orán is szokott hívni, és ő nagyon jól játszik. De hát oda naponta 8 órát kéne gyakorolni, mint a gyógyszer. Te mennyit gyakorol? Én keveset. A múltamból élek. Ez végül is kell gyakorolni. Mondjuk hány számot tudsz? Hát harmonikával nagy. Talán nem olyan nagyon sokat. Itt mondjak egy olyan 55-60-at, amit úgy igazán tudok. De úgy egyébként tudok olyan 1000 szám körül, amit úgy játszanom kell különböző rendezvényeken, amit úgy fejben van. És ez nem úgy megy, hogy dúdolod magadba, és akkor közben harmonikázod? Hát vannak dolgok, mint ahogy most az Aracki Lacinál is volt olyan, hogy dúdoltam magamba, mert vannak ezek az ismertek, az úgy van, igen. Ezt a harmonikát, ezt ugye mindig csak egyedül játsszák. Nem. Ezt játsszák ilyen? Hát, például itt volt az a James Last nevű úriember, aki igen, a diszkáját játszott. Igen, James Last zenekar, ott több harmonikás volt, ott legalább 10 harmonikás játszott. De nálunk ilyen nem nagyon van. Nem nagyon van, de végül is van, mert Tabányi Mihálynak, aki végül is igen, az a király. Igen, az egy kitűnő harmonikás, így van. Ő még mindig tanít, és vannak tanítványai.